Nincsenek túl jó híreim annak, aki unja már a csapadékot. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Újabb adag is érkezik hozzánk a folytatásban, úgyhogy nem lesz már ilyen szép és nyugodt a következő pár napunk. Ezt a képet Kisbéren készítette Deák István, nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos képeiket önök is küldjék el nekünk a már jól ismert e-mail címre. És a folytatásban egy hideg front az, ami megközelíti a Kárpát-medencét, ez hozza meg a változékonyságot. Emiatt egyre inkább megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok eső is kialakul, és a front mögött a szél is megerősödik, úgyhogy igazán izgalmas időjárásban lesz részünk. Az éjszaka már nyugat felől elkezdett megnövekedni a felhőzet növekedése pedig folytatódik ma napközben, egyre inkább a középső tájakon, majd keleten is megvastagszik a felhőtakaró. Csapadék azonban inkább csak északon alakul ki, eleinte gyenge eső záporok formájában, majd intenzívebb záporok és zivatarok is kipattanhatnak. A hőmérséklet még egyelőre a 20 fokot elérheti a déli megyékben mindenképpen, hiszen még a déli délnyugati szél lesz erős, így 24-25 fok is valószínű néhol. Keleten azonban 20 fok alatt alakulnak majd a csúcsértékek. A hőmérséklet alakulásában pedig olyan túlzottan nagy változás nem lesz, de még egyelőre marad a változékony idő. Vasárnap a nap első felében számíthatunk többfelé esőre, záporra, zivatarra egyaránt, majd délután szakadozik a felhőzet, így hétfőn már csak szorványosan lesz változékony az idő. Kedden azonban egy újabb front is elér bennünket, úgyhogy ismételten kapunk egy kis utánpótlást a csapadékból. Kedden egyébként már a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet. Az újabb front miatt azonban az északi szél támad fel, és visszaesik pár fokot majd a csúcsérték mindenképpen, de a minimumok 10 fok közelében maradnak. Azonban a hét közepén már a napsütés fog dominálni, és azért így is 20 fok környéki maximumokat mérhetünk, egy kicsit töltődhetünk. A mai nap az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik irányítani a figyelmet, hiszen ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Ennek a sok élőlénynek a védelme fontos a természeti rendszerek rugalmasságához, az élet állandó körforgásához, így az emberek jólétéhez is elengedhetetlen. Értük és magunkért is fontos ez a nap. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!